A WHO vizsgálja annak a tanulmánynak az eredményeit, mely szerint az új koronavírus már 2019. szeptemberében jelen volt Olaszországban. A szervezet főigazgatója továbbra is óvainti az embereket attól, hogy azt higgyék, már legyőztük a járványt. Ez most nem az elégedettség ideje. Még továbbra is bíztató híreket kapunk a COVID-19 oltásokról, és óvatosan optimisták vagyunk az új eszközök megjelenésének lehetőségeivel kapcsolatban a következő hónapokban, mondta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Jelenleg azonban rendkívül aggaszt minket az egyes országokban tapasztalható esetek megugrása, különösen Európában és Észak-Amerikában. Az Egészségügyi Világszervezet genfi központjában is találtak 65 fertőzöttet. Genf kantonban volt a legmagasabb a lakosságarányos fertőzések száma Európában. A régió kórházainak intenzív osztályai majdnem megteltek, ezért két hete szükséghelyzet van érvényben. Mindent bezártak az élelmiszerüzletek kivételével. A szigorú korlátozó intézkedések után a hatóságok szerint bár a helyzet még mindig nagyon komoly, de már nem fenyeget egészségügyi összeomlással. Eközben Angela Merkel német kancellár bejelentette, hogy egy kéthetes részleges lezárással sikerült megfékezni az új COVID-19 fertőzések számát, így egyelőre nem szigorítják tovább a hónap elején bevezetett korlátozásokat. Merkel azt is elmondta, hogy a járvány alakulása legfőképpen az emberek magatartásától függ, és azt kérte a németektől, hogy szorítsák az abszolút szükséges minimumra a találkozások számát. Svédország bejelentette az ország eddigi legszigorúbb koronavírus korlátozását, amely november 24-től 4 hétre megtiltja a 8 főnél nagyobb nyilvános összejöveteleket. November 20-ától este 10 órától tilos alkoholt árulni az országban. Kettő Ausztriában december 6-áig ugyanolyan szigorú lezárások lépnek életbe, mint tavasszal. Minden iskola által a digitális oktatásra, csak a létfontosságú cikkeket árusító üzletek maradhatnak nyitva, és kiterjesztik a kijárási korlátozásokat a nap 24 órájára.